Dim Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! Szikla! The Rock! Ez most bekerül a... Nem tudom melyik rovatunkba, mert ugye mindig mondom a Gyurinak, hogy itt azért rezeg a létszámomra, mert van a Best of Pimp rovatunk. Szerintem azért... ez azért Best of Pimp. Tudtam, hogy ez van. Jó, bizonyos értelme, és tudom, hogy a 10 000 feliratkozónk közül sok néző abszolút ugyanúgy van vele, mint mi, hogy egy Demolition Man, meg egy Szikla, hogy ezek klasszikus filmek. Jó, most tehát, hogy én ezt is szétválasztanám. Én azt gondolom, hogy a Sziklát azért kell berakni a Best of filmbe, mert nem tudom, hogy láttam-e jobb akciófilmet. Ez tény, hogy az egy klasszikus, nagyon-nagyon erős, és hogy nagyon pörgős. Az akciófilm, aminek jól állt a saját kora. Mert egyébként azért az is meg van vágva rendesen, tehát nagyon, nekem egy picit ma már, amikor olyan gyönyörű vágatlan jelenetekben úszunk. Én ettől ennyire nem szállok el. Én nagyon, annyira imádom. Én is szeretem, csak én nem érzek ekkora pluszt attól, hogy valami vágat. Én nem tudom, miért engem nagyon megfog. Legutóbb például, ezt nem tudom, miért mondtam így. A legutóbb például volt a Tyler Rake, a kimenekítés, a rossz se tudja, mi nem is biztos, hogy ez a csávó neve, ugye a Chris Hemsworth-nek egy akciófilm volt, ami tök jó, abban volt egy olyan legalább 6-7 perces jelenet, de lehet, hogy nem volt annyi mindegy, vagy az egyik klasszikus kedvencem, ugye a True Detective egyik részében, amikor bemennek a drogtanyára, és egy az egyben. Igen, ott van egy hosszú, meg tudod, hol volt még egy marha jó, a Punisher sorozat. Jaj, nagyon a WC-ben. Az a harc, ami ott megy, az király, csodálatos. Király. De én most már elkezdtem nézni a Daredevilt, az Abel sugallatára. És a Daredevil második évadában van egy ugyanilyen jelenet, és az szerintem pocsék. Amikor egy lépcsőházba megy lefele, uh-huh. és motoros csávókat ver szarrá, uh-huh. olyan sokáig harcol velük, annyira így nem jó azt nézni. A Punisherben nagyon jól működött. Ott működött meg jó sokáig. Na mindegy, nem baj. Tehát azért mondom, hogy viszont ennek nagyon jól áll. Ez annyira dinamikus ez a film. És annyira... A zene, Abed, a zene mennyit dob rajta. Tehát a zene az megduplázza ezt. Ha van zene fan service, ha van tökös filmzene, igen. akkor ez meg a Féktelenül. Egy tény, nagyon jó. Tehát, meg a Bad Boys. Meg a Bad Boys. Mark Mancina. Mark Mancina nagyon értette ehhez. Ez egy időszak. Én úgy gondolom, hogy ez az ezredfordulónak a blockbuster nyári amerikai akciófilmje, ami nagyon tud hozni egy sodrást. És azért itt valljuk be őszintén, hogy nem tudom, hogy tudták-e előre, de a Sean Connery-nek meg a Nicolas Cage-nek van egy ilyen nagyon jó dinamikája, szándékosan kerülöm a kémia szót, tök jó közöttük ez, nagyon működik, és az Ed Harris meg egy olyat hoz be, ami egyébként még egy kis moralitást is visz az egészben, mert tényleg kapja be a mindenkori állam, a mindenkori birodalmi állam, hogy le se szarja a közkatonáit, tehát hogy kiutalnak itt a családnak egy zászlót, meg kapna egy némi juttatást, azért csesz meg, csak a 20. században. Ezért a tetves Egyesült Államért hány 18-19-20 éves gyerek áldozta föl? Tök fölösleges. Nyilván, de ma már egyébként senkit nem hagyunk hátra elvérvényesül. Nyilván, de azért ez azt jelenti, hogy hazahozzák a koporsóját. Kösz. Tehát, hogy jó, hogy a rangerök. Ja, persze, én ezt tetszik. Nézd, a Vietnámnál azért van egy fejlődési év, mert Vietnámnál volt a legrosszabb, a Vietnámból hazatért embereknek. Hát, tehát sem, még egészségügyi támogatás sem. Ez tény, hogy ott a korszak az... Tehát őket még mindenki utálta őket, igen. Hazajöttek, leköpdösték. Ja, ez tény, hogy az ott, na ezért külön ugye adagszunk a hippikre, mindegy. Szóval én azért mondom ezt most el, mert tetszik az Ed Harrisnek a motivációja, ugyanakkor a Sean Connery a film egy bizonyos volt, hogy orrajó rámutat, és igazabban. Csak egy eszement idő. Így van, az nagyon jó, és igazabban abban, mert tényleg... Hát ott bukik ki az, hogy egyébként figyelj, te egy jó ember vagy, aki azt akarod, hogy a halott katonáid családjai kapjanak egy jóvátételt, és akkor ezért te kilősz San Francisco-ra egy kémiai töltetet? Hát hagyjad már, ez a világ legnagyobb baromsága. Jó, itt a bűn nem ez, mert ez nem történne meg, az Ed Harrisnek eszába nincs ez. Hát ő blöfföl. Igen. A probléma az, hogy viszont a katonákat, akik oda mennek, élen a mi egyik kedvenc régi színészünkkel a Terminátorból, a Michael Biehn. Ja, Michael Biehn. Hát ő vezeti azt az osztagot, az Anderson. Igen. És őket úgy lekaszálják ott, mint a szart. És az amúgy milyen feszült egy jelenet. Nagyon rossz. És ott ő még beszélget. Persze. Olyan jó. Nagyon jó.
Olyan kár azért az egész. Ezt parancsot kaptam, már az eleje tök jó, hogy mondja, hogy Anderson vagyok, a kapitány, tök jó. Nagyon szeretem azt az osztagot, annak azzal együtt, hogy az egy SEAL osztagnak tűnik, és abban van egy mexikói csávó, egy szintén sokan látott színész, aki egy akkora zöldfülű. Hát tudod, mikor szíles az a csávó? Jó. Adjad már. Jó. Az egy pöcs. Az jó, egy már érdekes ez az egész, mert amikor annó én a Predátorok, Antal Nimrod-féle Predátorok miatt hisztisztem azon, hogy hogy lehet az Ort berakni főszereplőnek, akkor utána olvastam több helyen, hogy az volt az érvelése a logika mögötte. Persze ez hülyeség, mert ezek haveri alapon osztották le a szerepet az Adrian Brody-ra, mindegy. De azt olvastam valahol, hogy ők azt mondták, hogy hát az amerikai Navy SEAL az amúgy ilyen emberekből áll. Tehát, hogy nem Arnold Schwarzenegger kinézetű emberek vannak, hanem ilyen kibaszott szikár kis arcok. Nagyon sok szikár izé. Ez így van, azért, mert ők bírják végig. Én bírom végig. Azért megnézném, én azt beraknának egy SEAL kiképzésre, barátom. Jó, most a semmi van, persze. Az egzatlon pályán nem tudna végigmenni. Ketté törne a szemüveged. Biztos az első akadálynak óta egy misi is lefejelte az ötödik oszlopot, jó, bum, hát és vitték is haza. Kifejezetten jó vagyok a Shaolin küzdelmekbe. Szikár vagyok. Meglejtjük. Kemény vagyok, mint a százasszög. Vékony, de ugyanolyan kemény, mint egy százasszög. Na, jó. Most ennél sokkal fontosabb a kontextualitás szempontjából is, hogy jók a motivációk, és a Michael Biehn baromi jó, és nagyon sajnáljuk őket, és elmondom, hogy az én egyik kedvenc játékomban a Call of Duty Modern Warfare 2-ben egy az egyben lejátszák ezt a jelenetet. Emlékszem mindegyiknek. Ezt emlékszem, ne viccelj, a legjobb. 75 ezer hülye. Ha te szeretted ezt copy-pastet, Call of akarod, Duty-ait. Hogy copy-pastet legyen. Egyszer vehetni ő a fáradtságot, aki 1000 órákat rak bele mindenféle open world szarságokba. Fejlettebb játékokkal játszok, mint a tiéd. Szánhatnál összesen az életed, értékes életedből 10 értékes órát arra, 10 óráról beszélünk, egy trilógia. De az egy film, ha filmet akarok nézni, akkor filmet nézni. Szereted a Rockot, akkor imádod a Call of Duty Modern Warfare trilógiát, nem kell hozzá semmi. Az egyikre egyébként játszottam, de abban is a survival mód tetszett. Na, hülye barom. Jó, hogy nem a zombik, nem? Persze, a zombi része. Azon nem volt szerencsém ezek. Jó, hagyjuk ezt, ne bosszants föl. Szóval a lényeg az, hogy a Rockban, a Sziklában nagyon jó szerepe van az Alcatraz börtönnek. Ja, igen. Tök jó az Alcatrazban lenni. Igen. Nagyon jó, oda vissza kell jutni. Igen. Ez azért egyébként nem rossz történet. Az a kiindulási pont, hogy visszavisznek egy robot, aki kiszökött. Nagyon jó. Nagyon a Sean Connery-vel kapcsolatban minden jó. Nagyon jó. Tehát nekem a Sean Connery-nek ez az aranykora. Én tudom, hogy biztos van, aki őt fiatal James Bondhoz köti, én nem. Nem is a Domhoz. Engem nem érdekelnek ezek. Én öregen szeretem a Sean Connery-t. Én a Hegylakóban szeretem a Sean Connery-t. Én a régi Robin Hoodban szeretem őt, amikor csak 2 perc szerepe van, amikor végén megérkezik haza, mint Richard király. Aki nem érkezett haza egyébként. Igen, egyébként. De mindegy, szóval milyen jó ott is. Nagyon jó. Olyan jó. Az a csávó öregen zseniális. Hát és azért tegyük hozzá, hogy nagyon sok adósságunk van magunkkal szemben elsősorban, hogy megcsináljuk azt a videót, aminek az a címe is talán nincs ilyen Magyarországon, hogy akik mindig öregek voltak. Igen, mert vannak olyan színészek, egyébként az Ed Harris is egy kicsit ilyen, aki azért neccesen fér bele ebbe a csoportba, de én azért, hát már ott sem volt fiatalabb a vizes filmben, amit annyira szeretsz, ahol elkezdtem. Jó, tényleg, az biztos, hogy én nem ismertem őt hajjal. Hát ez tény, tehát hogy a Duval, a Harris, a Connery, tehát hogy ők azért... Hopkins! Az Eastwood! A Hackman! Szóval, hogy ezek ők... Ezeket mi csak öreg faszikét is... Faszokként tényleg így van, ja. Úgyhogy valóban ők mindig öregek voltak, és ezt Isten nyugodt. De azt mondta, azt nagyon jól csinálja. Nagyon kurva jó öregek. De tényleg? Egyszerűen ezek azok tényleg. Az emberek, a Gene Hackman, a Robert Duvall, akiket élmény nézni ilyen idős karakterként. Én ezt hiányolom egyébként ma egyik-másik sztárocskából. Na, végre hogy öregedjenek már meg, és kezdjenek el már öreg emberebb szerepet. Végre, mert eddig te csak egy sima öreggyalázó hülyének tűntél egy csomó videóban. Ez így már megvan indokolva. Mindig meg volt indokolva. Csomószor csak annyi volt, hogy nem akarok öregeket látni már meg. Túl öreg. Nem. Hogy néz már ki az álpácsi? Nem akarok egy 60 éves látni, tetőkön ugrálni, ez volt. Nem csak ez, Gyuri. A Stallone-ra is ugyanezt mondtam, ne haragudj, nem akarom, a Stallone ne akarjon már Rambó lenni többet, felejtsük el. Nagyon jó, Rambó 5 volt. Ugye nem akarod azt mondani, hogy a Rambó 5 milyen mocsok szar film volt, Ábel?
te is szittad, ne nézzél. Ja, el. Most én a izéről beszélek. Rabo 5. Ja, az az 5, bocsánat, én arról beszélek, ami még a izéről. 4 is csak szarott meg olyan, minél botoxolva fel van. Túl messzire mész. Nem, a Rambo 4 csodál, én a 4-re gondoltam még. A Rambo 5 egy hulladék fos, amiben kitépi a végén a szívét egy embernek a Rambo. Tökadom, meg is elszítom. Az egy nevetséges baromállatság. A Rambo 4 egy csodálatos film. Abban van minden idők egyik legjobb monológia, és abban az egész burmai hadsereget megöli. Ez annyira fáraszt az a gyerek. Kurva kemény. Beszáll egy ilyen ágyba, és így oh, épp csak nem... Az lett volna, hogy ha így lő, és így... Hát azt csinálj, ott megy le a legjobban. Igen, azt kellett volna, hogy föl, tudod, és mit a mell? Mint a Punisher, amikor üvölt. Igen, azt mondja. Nem térhetünk ennyi filmre ki, te jó ég. Maradjunk meg a Rockon, jó? A Rock című filmről beszélünk, amúgy még mindig itt valóban. Eszméletlen köröket írunk le, valakinek ezt egyébként le kéne rajzolni, mert egy ilyen ágrajzon csodálatos lenne, a generatív ágrajzon. Egy pillanatra látjuk itt Claire Forlánit, aki a Sean Connery eltűnt lánya. Ja, igen. Az a lány elképesztően szép. Megjegyzem, a Nick Cage felesége is nagyon szép itt, akit én azon kívül nem tudom, hol láttuk. De marha jó párbeszéd vele kapcsolatban, nagyon tudod, amikor telefonál a kocsiban, igen, és már ott van a Sean Connery, igen, és az így bekérdez, hogy miért, igen, nem akarja, hogy oda menjen, és ki az a Carla? Nagyon jó. Nagyon jó, és isteni magyar hangja van a Nick Cage feleségének, és annyira jó, hogy az pampog az a nő. Alig 7 másodperce mondtad azt, hogy nem akarsz gyereket erre a világra tölni. Nagyon jó. Nagyon jó ez, hogy amúgy a Nick Cage egy ilyen törékeny valaki. Tehát, hogy ő egy törékeny figura, persze, ő egy vegyész. Tényleg egy vegyész, igen. Ő így össze van zavarodva a csaja miatt is, és akkor belecsöppen ebbe az egészbe, hogy meg kell menteni a világot. Ja, ja. Hát nem is a világot. Hát azért ennek nagyon durva tétje van. Tehát ráadásul ez is egyébként ez a rohadt végzgáz, ja, mert undorító, az emberek ilyeneket fejlesztenek ki. Igen, igen, igen. Vegyi fegyverek, borzasztó. Hát ez kemény. Tehát ez egy emberiség ellenes bűn, hogy igen, valaki ilyet csinál, bármilyen országnak a ja, kormányzata, nem. Hát ugye itt azért ez már mind-mind kontralépés, mert hát bizonyos fegyverek be vannak tiltva, ugye a napalm is tiltott, meg ezek tiltottak ma már, ugye annak ellenére, hogy a 20. században sűrűn használták ezeket, tehát egy pont után ezeket betiltották, ezeket a fegyvereket, nem lehet elvileg használni ezekbe a hadviselésekbe, de jó, hát nyilván. A franc tudja, hogy mit lehet, persze, hogy persze, mit vetnek be. Mindegy, ez a eloldhatatlan lánggal égő, vagy hát azért el lehet, a termit plazmával el lehet oltani. Amúgy annak idején utána olvastam ezeket, majd valaki, az egyik szakink javítson ki, de én azt hiszem, hogy ezek valós dolgok, tehát mind a gáz, mind a termit plazma. Mind az ekkora tű, amit beadsz a szívedbe. Hát az tény, igen, igen, hát igen, az a sertés inzulin méretű. Elég fura. Az durva, és hát igen, majdnem szíven szúrtam magam ebben a szarral. Nagyon jók ezek a mondatok egyébként. De nekem ebben az is tetszik még, hogy azért ugye megérkeznek a tengerészgyalogos utánpótlása a Hamelnek, uh-huh, és azok igazi baromállatok. Azok hát a tisztek, és tudod, ráküldenek párat a Nick Cage-re, és ahogy beszélnek, miközben vadásszák a Nick Cage-et, hogy gyere ide picikém, mit te felkoncolok. És tök jó, hogy a Nick Cage egyébként kimondja azt, mint civil, ja, hogy gyerekek, ki mondja, hogy ki beszél így, úristen, igen, mi a fasz bajod van, igen, tök igen, jogos, tehát mi bajuk van ezeknek, igen, tudod, igen, 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 nagyon jó. Tény, jogos, tehát hogy az igaz, hogy van ez az angol kifejezés, hogy trigger moron, vagy trigger happy, trigger happy, igen, trigger hogy trigger happy, ez itt tényleg a nagyon ilyen ravaszorientált néhány katona, tehát, hogy itt mindenki lőni akar meg. Itt lesz az érdekes, hogy amúgy a Hamel nem akarná. Igen. Igen, tehát, igen, hogy ő csak blöfföl. Kétségtelen. Végig blöfföl. Egyébként szerintem ezt tudnia kellett volna a tábornoki karnak, hogy a Hamel ezt nem gondolja komolyan. Meg szerintem a Hamelnek meg tudnia kellett volna, hogy igen, Amerikában nem tudom hány éve ez a politika, de ez a hivatalos politika, hogy nem tárgyalunk terroristákkal, nem engedünk terroristáknak semmilyen helyzetben. Ez igaz, bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy pont ilyen megmérettetés nem volt. Szóval azért ez tényleg egy elgondolkodható. De a terrorizmus az terrorizmus. Ez tény, meg azért mondja itt is az elnök, aki szinte egy remek ilyen öreg színész, aki többször volt már ilyen magasrangú valaki, hogy hát akkor ez ugye dominó effektus, mert akkor a legközelebbi terroristák is követelnek valamit. Na jó, de azért itt ez meg nem akárkiről van szó. Tehát egy decorated tábornok, akinek annyi, hogy pénzt kellene adni. Tehát azért őt ne kezeljük már úgy, mint nem, még csak, jó, igazából nem is neki. Azért, na, hát nem is neki. Tehát, hogy a családoknak. Persze, tehát ő meg saját felhasználása. Jó, de az elv,
Tehát Amerika úgy tud védekezni a terrorizmus ellen, hogyha minden terrorista számára mindenkor ugyanúgy jár el, jó. Hogy nem. Értem az elvet, ettől függetlenül ez egy baromság. Ezt be kell tartani, ez egy felettes erő, tehát muszáj. Szerintem azért vannak helyzetek, amikor szükségtörvényt bontat velünk, és szerintem ez egyébként egy ilyen, akárhogy is, de nem rossz, hogy erről tudunk beszélgetni, tehát hogy ez az erényét emeli ki ennek a filmnek. Istenem, ez a film, ez egy annyira dinamikus akciófilm. Nagyon jó, megint utazós film, tehát valahonnan A-ból B-be el kell jutni, ott szökni kell, a börtönhelyszín nagyon jó, egyébként nagyon durva ez a gondolat, hogy egy börtönsziget, persze. Ez már If váránál is szörnyen nyomasztó volt, igen. Ahol egy másik ilyen nagy öreg van, az Abbé. Ja, tehát az is borzasztó. Ezek a sziget börtönök, ezek kemények. Kemények, nagyon. És milyen fura az is, hogy visszamegy szerencsétlen Sean Connery X év bezártság után, ja. Nagyon sokáig van ő bezárva, és akkor mondja, hogy hihetetlen, hogy ebből turista látványosság lett. Igen, már ez önmagában mennyire kiábrándító lehet egy olyan embernek, aki ott rohadt. Hát, Isten tudja, hány vagy örömteli dolog, hogy nem működik már az hát. A lebúj börtön. Amúgy a Call of Duty-nak a jelzett részében egy gulágra kell elmenni, kiszabadítani. A Captain Price-t, akit azért remélem, hogy halhatatlan ismét. Captain remélem, Price. Hogy ennyi műveltséged azért van. Mi van? Tikkel a fejed? Nem, csak hogy akartam, hogy érezd a nyomatékát. Szóval ott is jön, hogy jó az a gulág. Jó, igen, nagyon jók a helyszínek, kiélezettek a helyzetek, nagyon jó, hogy vannak F-18-asok, amiket hát várunk vissza. Most nem tudom, hogy mikor jön ki ez a videó, de gondolom még, mikor kijön ez a videó, még nem kaptuk meg a Top Gun folytatását, ahol az F-18-asok jönnek vissza újra az életünkbe. Vadászgépek. Te figyelj, ebbe a filmben hangzik el az valami öreg bácsitól, hogy szörnyű terhet visznek ezek a fiúk. Amit ezek a fiúk, ugye? Most magukkal visznek, valami az egy ebben mondja, igen. Igen, és az nagyon, az tök jó. Tök jó, meg a bácsi hangja is. Meg jó az, hogy a pilóta az, és itt jön át az, hogy miért nem jó az, hogy AI-t csinálunk versus egy ember irányította harci gép, mert a pilóta az, annak van lelkiismerete. Tehát itt ő véletlenül kiold, egyet kidob, és akkor így tudod, hogy ne! Igen, igen. Tehát, hogy... Hozzátéve azért, Gyuri, a drónpilótákról és az ő tragédiájukról és dilemmájukról szóló filmet is kaptunk már többet. Tehát most már igen, többet szeretném. Például a, tudod, Ethan Hawke-kal. A Good Kill, az Ethan Hawke-tól. És múltkor pedig, én azt nem néztem még meg, a Gyuri pedig föladtam neki házi feladatnak, ugye egymásnak adunk sorozat házi feladatokat. Nyilván itt én vagyok a szűk keresztmetszet, mert azért nehéz beiktatni. Komplett sorozatot, de megnéztem a csodálatos John Krasinski-vel, akit nagyon szeretek, az ő sorozatát, ugye a híres regényből készült. Na segítsé már kimondani, hogy hívják, a kém, akit több filmben is megkapunk, Jack Ryan, a Jack Ryan sorozatot, a Jack Ryan-nek mindkét évadát annyira jó, tök izgalmas, nagyon jó, és abban van egy külön rész, amit megint csak ennek a szerepkörnek szentelnek, hogy a bekattant drónpilóta, aki csesz meg azért mennyi. Szóval, na, csak ki akartalak egészíteni a tekintetben, hogy azért bárki húzza itt meg a ravaszt, mindenkinek a lelke oda van. Tehát, hogy Boromir lelke oda van. Na lényeg, hogy igen, de tök jó, hogy fölhoztad ezt, mert ezt elfelejtettem volna. Valóban még a pilótának a sokja is tök jó ebben a filmben. És aztán ott kapunk egy nagy izét. Úgyhogy ezt, aki nem látta, gyerekek, az be fog szarni, mert ez annyira izgalmas kis akciófilm. Ez így van. Erre is rá lehet persze sütni, hogy gicses, de én ezt leszarom. Én ezt egyszerűen imádom. Hát meg ezekben a filmekben, tehát ha ez jól van adagolva, a patriotizmus, a hősiesség, jól van adagolva benne a tökösség, akkor ezeknek a filmeknek megvan a létjogosultságuk. Hozzáteszem megint, és ez nem valami szentimentális visszahajlás miatt van a korábbi éveinkre, vagy a gyerekkorunkra. Hol vannak az új sziklák? Tehát például ez a Chris Hemsworth film, ez kifejezetten jó volt, ez tetszett nekem, de hát hol vannak az új sziklák? Nem azt mondom, hogy hetente kapjunk egyet, de azért egy év per egy sziklát akarok látni, egy igazi tökös akciófilmet, ami aminek van egy jó hangulatú zenéje például. Hát, mert persze. Látod megint a Chris Hemsworth-osra, emlékszem, hogy amúgy nem volt rossz. Így a mostani felhozatalhoz képest, de emlékszel a zenére, nem? Nem, persze. Mire emlékszel belőle? Nem sok mindenre. A filmből én arra emlékszem. Mondom, az jó volt, abban volt férfiasság, de hát az egy streaming film volt, az az Alvégen eltűnt, egyébként úgy tudom, lesz folytatása. De mi az, ami most a sziklák helyén van? A Szertekurt Halálos Iramba 9. Az ma az akciófilm, az a Limonádé Fos, amiben semminek semmilyen súlya nincs. Literally meaning, tehát, hogy egyáltalán nem, és egyszerűen röhelyes. Súlytalanságra utalhatsz? De tényleg, persze. Hát, most nem akarom állandóan haragomat erényelni, hogy na, egy a lényeg, szeretnénk milyen filmeket látni. Őrült kell egy őrült ellen,
és igazi akciófilmek kellenek a régi igazi akciófilmek helyébe. Igazságot az akciófilmeknek. És nem tudom tovább toldani ezt a szép monológot. És a filmről se tudunk szerintem most, vagy talán elmondtunk mindent, hát azért 20 percet adtunk a Rocknak is, hogy becsülje meg magát a szikla. És azért van még, hál' Istennek, ebben a zsánerben is olyan, amiről fogunk tudni mi beszélni. Egyébként említetted a féktelnőt, azt hiszem a féktelnőről kell nincs. Csináljuk a féktelnőről. Ne viccel. Mindenképpen. A féktelnőről be van áldásság. Az egybe. Szerintem van áldásság. Ilyen őrült lett a tekintetem. Mert van, szerintem abban van áldásság, hogy más nem mondjak, a Dennis Hopper egyébként. A Dennis Hopper ott nagyon jó. Na de most nem térünk át vissza, a filmre. Még hadd mondjak egy idézetet ebből a filmből. A Rockból? A Rockból, igen. Rá szoktam ilyen legendás mondatokat. Na, akkor zárjuk egy ilyen. Hát ebben is tök jó az, amikor így átvágja az üveget a sonkára, és betöri, és benéz, ja. És csak ennyit mondta, hogy vumek! Már meg sem lepődöm, hogy itt látlak, és nem is tudom, mi. Te rakás szar! Tehát, hogy ezek a jó régi ízes mondatok. Olyan erő volt ebben. Hát persze. Vumek! Kell egy szuperkárt, ahol a Gyuri felidézi ezeket, és tudom, hogy már külön fantábora van ennek, és nagyon szeretem. Igen, az Ábelnek a kedvenc, ez, amikor a Tango is kezdből mondom, hogy zsarúk! Nem csak az én kedvencem! Imádják az emberek ezt, imádják az emberek, úgyhogy tök jó. Megadjuk az embereknek a napi Gyurit, és a napi akciófilmet. Vissza fogunk térni a akciózsánerbe is minden, hogy a vigyázzatok, sziasztok!